új MR készülék. A gép a legkorszerűbb diagnosztikai eljárást biztosítja elsősorban a daganatos megbetegedésekkel küzdők számára. Infokommunikációs program. 25 laptopot osztottak ki az idősek között Tiszalökön. Milliós pénzbírság. Ítéletet hirdetett a hamis mosószerrel kereskedő nyíregyházi házaspár ügyében a nyíregyházi törvényszék. Egy új MR készülék került a Nyíregyházi Jósa András Oktató Kórház radiológiai osztályára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A gép a legkorszerűbb diagnosztikai eljárást biztosítja elsősorban a daganatos megbetegedésekkel küzdők számára. A 495 millió forintos beruházás hazai és uniós finanszírozású. Az új MR készülék jelentős eszközfejlesztésnek számít a kórházban, hangzott el az ünnepélyes átadásán. A TÖMP kórházban a biztonságos betegellátáshoz már szükség volt erre az új MR készülékre. Az új gép a várólisták csökkenéséhez is hozzájárulhat, amellett, hogy gyorsabb és hatékonyabb eredményt hozhat a daganatos betegségek gyógyításában. Ez utóbbit hangsúlyozták a radiológus és onkológus szakorvosok a készülék ünnepélyes átadásán. A daganatos megbetegedések száma évről évre növekszik. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében jellemzően 100 ezer lakosra évente 700 új megbetegedés jut. Amíg 2004-ben ebből a 700 betegből 400-an meghaltak rákban, addig 2014-ben ez a szám 289-re csökkent. Ez a jelentős előrelépés a daganatos betegségek diagnosztikájában és a rákkal küzdő betegek terápiájában alkalmazott eszközök fejlődésének is köszönhető. A daganatos megbetegedéseknél, amikor azt tudjuk elérni, hogy panaszmentes legyen a beteg, teljes életet éljen, ilyen, olyan, amolyan kezeléssel, ezt részben gyógyszeresen, részben sugárkezelésekkel, részben műtéttel lehet elérni. Tehát amikor azt mondtam, hogy ilyen jó eredményeink vannak, ezt nem az osztály érte el, ezt az egész megye. Például a sajtó is, hogy felvilágosítási munka, elmennek a betegek szűrésre, korai diagnosztika, és korrekt korai diagnosztika, jó sebészeti eljárások. Tehát mindez együtt hozza ezt az eredményt. Szinte valamennyi testtájat egyszerre tud megvizsgálni az MR gép, ezért alkalmazzák komplex tumorvizsgálatnál. A legpontosabb képalkotó diagnosztikai eljárásnak számít, amit a daganatok felfedezésénél, majd később a kezelt betegek ellenőrző vizsgálatainál is folyamatosan használnak. A kezeléshez, illetve a műtéti terv felállításához ugyancsak szükséges az MR vizsgálatban az, hogy a távoli metasztázisokat kimutassuk. Mint említettem, a sok áttét, így az agyi áttétek, csontáttétek, májáttétek az MR vizsgálata állapíthatók meg a legpontosabban. A kezelés során követni kell azt, hogy a daganat hogy reagál a kezelésre. Ezt szintén tudjuk az MR vizsgálattal végezni, és itt fontos az, hogy nincs sugárterhelése a betegeknek, mert az ismétlődő vizsgálatok során nincsen újabb terhelése. A 495 millió forintos új gépet uniós és hazai támogatásból szerezték be, és a radiológiai osztályra került. Az országban először Tiszalökön indult el az időseket segítő infokommunikációs szolgáltatás. Ennek keretein belül 25 multimédiás kiegészítőkkel felszerelt laptopot adtak át a 60 év fölöttieknek. A magyar kormány novemberben döntött úgy, hogy 5000 hátrányos helyzetű településen indítja el ezt a kezdeményezést. 2018-ban pedig 100 ezer idős ember digitális képzését finanszírozza a kormány. Ezt Jeneiné Rubovszki Csilla miniszteri biztos emelte ki a Szabolcs megyei településen. Az infokommunikációs programban 2013 és 2014 között a kormány 155 önkormányzatban összesen 70 ezer idős embert kérdezett meg arról, hogy mivel tudnak hozzájárulni jól megérdemelt nyugdíjas éveikhez. Az idősek attól függetlenül, hogy melyik településen éltek, három alapvető választottak. Kértek az egészségük megőrzésükben, az ellenük irányuló bűncselekmények számának csökkentésében és az elmagányosodás enyhítésében segítséget. Az országban először Tiszalökön indult el az időseket segítő infokommunikációs szolgáltatás, amelynek keretein belül 25 multimédiás kiegészítőkkel felszerelt laptopot adtak át.
A magyar kormány úgy döntött, hogy 5000 hátrányos helyzetű településen élő, hátrányos helyzetű idősnek adja a gépet, de a hátrányos helyzet itt nem csak szociálist jelent, hanem egyedülálló idősnek, akinek ráadásul az egészségi állapota is indokolja ezt. Majd a kis előadásomból látható, hogy nem véletlen, ugyanis az egészségi állapot meghatározó abban, hogy akik ma még nem használják a számítógépet, de szeretnék megtanulni, hogy sokkal erősebb összefüggés van az egészségállapot, mint például az életkor között. Tehát ezért döntött így a kormány. A szolgáltatás célja, hogy az idős emberek tanulják meg az informatikai rendszerek használatát és az internet használatát, de a szellemi frissesség megtartásában is nagy szerepet tölt be. Mindai Győző országgyűlési képviselő szerint a képzés fontos része lehet az is, hogy az idősek visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Talán ez alkalmas arra is ez a képzés, vagy ez a szolgáltatás, hogy a nyugdíjasok visszakerüljenek a munkaerőpiacra, hiszen önök is hallották, hogy a parlament törvényt, vagy hallhattak arról a kedves tévénézők, hogy a parlament törvényt fogadott el, hogy nyugdíjas szövetkezetek alakulhatnak, és a nyugdíj mellett, aki érez magába erőt, van egészsége, az dolgozhat is. És hát én azt gondolom, hogy a nyugdíjasoknak is be kell kerülni abba a rendszerbe, hogyha a magyar gazdaság teljesít, akkor ők is részesedjenek belőle. Ez a nyugdíjprémiummal, a nyugdíjkorrekcióval, a nyugdíjak reálértékének megőrzésével talán mondhatom, hogy sikerült egy lépést előre tenni. A magyar kormány novemberben arról is döntött, hogy az aktív időseknek is lehetőséget biztosít, így 2018-ban 100 000 idős embernek a digitális képzését vállalja. Kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás, írja a Magyar Nemzet. Ezt a nemzeti immunizációs program keretén belül teszik lehetővé. A védőoltási naptárba ez úgy illeszthető be a legjobban, ha az oltási sorozat két részletének beadása 15 és 18 hónapos életkorban egy másik oltással egy időben történik, írják a honlapon. Összesen több mint 1,3 millió forintos pénzbüntetést szabott ki a nyíregyházi törvényszék 7 vádlottal szemben. Ők a tényállás szerint hamis mosószerekkel kereskedtek 2013 és 2014 között. Az első fokú ítéletet helyben hagyva módosította a bíróság a kiszabott büntetést, és jelentős mennyiségű pénzbüntetés megfizetésére kötelezett 7 személyt. A tényállás szerint egy házaspár 2013 és 2014 között különféle márkás, közismert és népszerű mosószerek hamisításával foglalkozott. Az előállított, az eredetire megtévesztően hasonló mosószereket ismeretlen, laikus vásárlók részére árusították. A hamis mosószerek előállításához szükséges alapanyagokat, flakonokat, vegyi anyagokat és címkéket a férj szerezte be, amíg felesége személyesen felügyelte a munkát és az értékesítésben is részt vett, a többi vádlott az ő alkalmazásukban dolgozott. Iparjogvédelmi jogok megsértésének büntette miatt a Nyíregyházi Járásbíróság 2016. október 14-én kihirdetett ítéletét a nyíregyházi törvényszék megváltoztatta. A 7 vádlott összesen több mint 1,3 millió forintos pénzbüntetést kapott. Az első és harmadrendű vádlott tekintetében az előzetes fogvatartásban töltött időt a törvényszék beszámítja a szabadságvesztés büntetésébe. Elsőrendű, másodrendű és harmadrendű vádlottak részére engedélyezett egyenlő összegű részletfizetés első részletének kezdő időpontja 2018. január 10. Az elsőfokú eljárásban felmerő bűnügyi költségből ötödrendű vádlott köteles megfizetni külön 117.475 forint, hatodrendű vádlott 26.500 forint, elsőrendű, másodrendű vádlottak egyetemlegesen kötelesek megfizetni 69.050 forint, első, harmadrendű vádlottak egyetemlegesen kötelesek megfizetni 65.583 forint, harmadrendű és negyedrendű vádlottak egyetemlegesen 94.760 forint, valamennyi vádlott egyetemlegesen köteles megfizetni 945.888 forint bűnügyi költséget a gazdasági hivatal felhívásától számított 15 napon belül. Ezeken túlmenően a másodfokú eljárás során a harmad és negyedrendű vádlottakat egyetemlegesen terhelő 17.500 forint, ötödrendű vádlottnál 15.875 forint, hatodrendű vádlottnál pedig 12.500 forint bűnügyi költség merült fel.
Több mint 100 ajándékokkal teli cipős doboz érkezett december 20-áig a Nyíregyházi Józsa András Múzeumba. Kisdobozni szeretet, ezzel a címmel szervezett gyűjtést az intézmény és a Rotary Klub az autista gyermekeknek. Az ajándékokat a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete juttatja el a rászoruló családok részére. A Józsa András Múzeumban várták a cipős dobozokba zárt ajándékokat, amelyeket autista gyerekeknek juttatnak el még karácsonyig. A dobozokba szinte bármilyen ajándékot szívesen vártak a szervezők. Játékokat, iskolai eszközöket, édességeket, de akár higiéniai eszközöket is. Rémiás Tibor, múzeumigazgató szerint rendkívül sikeres volt a kezdeményezés, ezért jövőre is szeretnék folytatni. Nemrégen a Rotary Klub és a Józsa András Múzeum egy együttműködési megállapodás kötött, és hát az együttműködési megállapodás második állomása ez, ugyanis a Rotary Mikulást azt a Józsa András Múzeumban szerveztük, ez egy nagyszabású rendezvény volt, közel 500 gyereket ajándékoztunk meg, és ez a második rendezvény, aminek mi helyszínét biztosítjuk, ez a dobozba zárt szeretet, mégpedig karácsony előtt, ahol a cipős dobozni ajándékokat várjuk akár cégektől, akár magánszemélyektől. A Józsa András Múzeumban több mint 100 ilyen doboz érkezett, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Minden gyerek megérdemelné, hogy legyen legalább egy ajándék a fa alatt karácsony reggelén, tette hozzá Rémiás Tibor. Urbán Lajos szerint a program sikere a múzeum és a Rotary Klub közös együttműködésének is köszönhető. Kiemelte, szeretnék, ha ez a kezdeményezés hosszú távon is működne majd. Ez az együttműködési szerződésünk aláírásakor vetődött fel, aminek nagyon örültünk, hiszen a Rotarynak nincs objektuma. A múzeumnak meg nincs olyan kiterjedt tagsága, mint nekünk, akik ezt szervezték, így a kettő összeadásával lehetett ez a siker, hogy több mint 120-150 csomag várja ott az átadást két autistákat segítő szervezet egyesület részére, és több mint 100 csomag kint vár egy kis teherautón, amit a megyei Vöröskereszt szervezetének ad át az a Team Revolution Kft., aki ezt felajánlotta. A cipős doboz akció az egyik legnépszerűbb karácsonyi jótékonysági gyűjtés Magyarországon, amelynek köszönhetően több 10 000 rászoruló gyermeknek lesz szebb a karácsonya minden évben. Karácsonyi ajándékot kaptak a nyírteleki kedves házlakói. Az iskolások a kormányhivatal dolgozói által gyűjtött csomagokat kapták meg. Megyeszerte 1000 csomag gyűlt össze a 13 járási hivatalban. A gyerekek a szociális és gyermekvédelmi intézményekben karácsonyig megkapják az ajándékokat. Dányás vagy? 10 éves vagy, jó. Román István megyei kormány megbízotta a gyerekeknek a karácsonyi ajándékokat Nyírtelken. A csomagokat a járási hivatalok dolgozói gyűjtötték, megyeszerte több mint 1000 ajándékot osztanak ki. Ruhanemű, könyvek és játékok. Többségében ezeket kapták a gyerekek. Az adományozók a dobozokra csak annyit írtak rá, hogy hány éves és milyen nemű gyerekeknek szánják az ajándékokat. Nadrág, polló, pulóver, meg a parfüm is jó illatos. A cél az volt, hogy olyan gyerekeket ajándékozzanak meg, akik családjának anyagilag nehézséget jelent a karácsony. A felhívásra nagyon komoly fogékonysággal jelentkeztek a kollégák. A több mint 1000 ajándékcsomag, amely a 13 járás hivatal területén található közösségi, szociális, gyermekvédelmi intézményekben fogunk átadni. Ez egy nagyon komoly mennyiséget és számot jelent. Én köszönöm is ezúton is a kormányhivatal dolgozóinak, hogy ilyen fogékonyak voltak és az adakozásban is az élen járnak. A nyírteleki kedvesházban 25 gyermek él, többségük a város környéki bokortanyákról. Az általános iskoláskorú kicsik hétköznap, mint egy kollégiumban, a kedvesházban nevelkednek, hétvégére és az ünnepekre mennek haza. Az intézmény vezetője azt mondta, nagy segítség karácsony előtt ez a meglepetés, sokuk nehéz körülmények között él. Mivel ők kedves házi gyerekek, ezért nem ez lesz az egyetlen ajándékuk, mert hogy tőlünk is fognak kapni valamilyen ajándékot, valamilyen meglepetést, ezért is jó ebben a kollégiumban lenni, hiszen mi egy kicsit mindig gondoskodunk azokról a gyerekekről, akik itt járnak hozzánk. Egyébként valószínűleg sok olyan gyerek lenne közöttük, akinek ez az egyetlen egy ajándéka lenne. Apám örömmel bólogat, anyám tenyere simogat. A nyírteleki gyerekek zenés műsorra készültek, így köszönték meg a kormányhivatal ajándékait. A kedves ház lakói egész héten a karácsonyra készülnek, ők is készítenek és ők is kapnak még meglepetést.
A magyar bérek európai szintre emelése és az egészségügyi rendszer fejlesztése, ezek a fő céljai Karácsony Gergelynek, az MSZP miniszter jelöltjének. Körútjának Nyíregyházi állomásán arról is beszélt, hogy magánegészségügyi rendszer igénybevételét kevesen engedhetik meg maguknak, az állami rendszer pedig nem megfelelő színvonalú. A miniszterelnök jelölt programjának legfontosabb elemeként a tudást, mint erőforrást hangsúlyozta. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy a jövő legfontosabb erőforrását, a tudást, azt meg tudják szerezni azok a magyar fiatalok, akik a mai iskolába járnak. Néhány évtized múlva drasztikusan át fog alakulni a munkaerőpiac. Nagyon sok olyan munkahely meg fog szűnni, amit ma kétkezi munkával lehet végezni, és helyette a tudás fog felértékelődni. Nagyon fontos, hogy a magyar oktatási rendszer felkészítse a magyar fiatalokat erre a jövőre. Ez az egyik nagy befektetés a magyar emberek jövőjében. 7 új elemmel 101-re nőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár gyűjteménye. A bizottság legutóbbi ülésén többek között a honfoglaláskori leletek bekerüléséről is döntöttek a tagok. A Jósa András Múzeum honfoglaláskori leletei is bekerültek a megyei értéktár listájára. Ez a második legnagyobb honfoglaláskori régészeti gyűjtemény az országba. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye honfoglaláskori leletei, emlékei az egyik érték, amely a értéktárat gyarapítja. Azért vagyunk itt a Jósa András Múzeumban, hiszen itt van az országban az egyik legnagyobb ilyen jellegű gyűjtemény. Ezt mindenképpen szerettük volna, hogy így egységesen szerepel ebbe a gyűjteményben. Örülünk neki, hogy ezt a javaslatot dr. Bene János elkészítette. A Jósa András Múzeumnak van a legnagyobb gyűjteménye ebből a korszakból, olyan különlegességekkel, mint a geszterédi és a rakamozi aranyszövő, vagy a rakamozi korong, amin egy sasmadár két fiókát tart a karmaiba, mely a múzeum jelképe is egybe tette hozzá Bene János. Mindenképpen kapcsolódunk a nap mint nap a honfoglaláskori emlékekhez, ezért gondoltam ezt, hogy ezt is elkészítem. Hát az igazság az, hogy ezzel elég sok munka van, hiszen ugye itt nagyon sok olyan település van, Anastól egészen Tuzsérig, amelyben, vagy ahol tártunk fel honfoglaláskori sírokat, vezérdés sírokat, előkelő sírát, vagy éppen köznépi sírokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések igen gazdagok honfoglaláskori leletek tekintetében. A térségben közel 40 településen találtak emlékeket. Természetesen itt vannak ismertek, illetőleg kevésbé ismert lelőhelyek, de a szakmai ismeretségnek mondjuk Geszterédet, vagy éppen Rakamaz nevét mondjuk, akkor az gyakorlatilag mindenki kapcsolatba tudja hozni, hogy az egyik leggazdagabb temetők leletanyaga került ezeken a településeken napvilágra. A múzeum honfoglaláskori leleteinek gyarapítása 1870-től folyamatos. A leletek egy része ásatások, más részük pedig gyakorlatilag a véletlennek köszönhetően földmunkák során kerülnek elő. Igazi sztárcsapat vendégeskedik Kisvárdán, a kétszeres bajnokok ligája győztes szlovák Krim Ljubljana két napig együtt készül Máté Fieszter csapatával. A programban a közös edzések mellett két felkészülési mérkőzés is szerepel. A Krim Ljubljana játékosaival edzenek együtt a kisvárdai kézilabdások. A kétszeres bajnokok ligája győztes együttes két napig vendégeskedik Kisvárdán. A szlovén csapat idén is tovább jutott a legrangosabb európai kupasorozatban csoportjából, illetve több játékosuk is megjárta a nemrégiben befejeződött németországi világbajnokságot. A Kisvárda két játékosa, a szerb válogatott irányítója Tamara Radojevic és a horvát beállós Vesna Milanovic Litre is játszott a Ljubljanában, valamint a két csapat vezetője, Máté Fieszter és Uros Bregár is jó kapcsolatot ápol. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lehet mindkét csapat számára. Ők tovább jutottak a BL csoportban, mi pedig egy nagyon komoly sorozat előtt vagyunk, és ezt próbáljuk meg így közösen felhasználni. A két csapat szerdán és csütörtökön közös edzéseket tart, majd két mérkőzést is játszanak egymás ellen az együttesek. Ma délelőtt úgy volt, hogy 15 percet védekeztünk, mi 15 percet a Krim, utána megint cseréltünk egyet, délután viszont rendes mérkőzést játszunk, kétszer 30 perc játékvezetőkkel, tehát ott már mindenki a saját játékát fogja játszani és gyakorolni. A Kisvárda már az NB1-es bajnoki folytatásra hangol az edzésekkel és a mérkőzésekkel. December 30-án a tabellán második ér lesz hazai pályán Máté Fieszterék ellenfele. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Összesen több mint 1,3 millió forintos pénzbüntetést szabott ki a nyíregyházi törvényszék 7 vádlottal szemben. A tényállás szerint a vádlottak hamis mosószerekkel kereskedtek 2013 és 2014 között.
Az országban először Tiszalökön indult el az időseket segítő infokommunikációs szolgáltatás. Ennek keretein belül 25 multimédiás kiegészítőkkel felszerelt laptopot adtak át a 60 év fölöttieknek. 2018-ban 100 ezer idős ember digitális képzését finanszírozza a kormány. Egy új MR-készülék került a Nyíregyházi Jós András Oktatókórház radiológiai osztályára. A 495 millió forintos beruházás hazai és uniós finanszírozású, jelentős eszközfejlesztésnek számít az intézményben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 20-án szerdán friss hírekkel, holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel, és bizony, ismételten támadnak majd a frontok. Csütörtök estig változékony időjárás várható. Az előttünk álló éjszaka többször megnövekszik majd a felhőzet, párássá válik a levegő, zúzmarásködés képződhet, havazás, hószálingózás elszortan előfordulhat. A változó irányú szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, fagyos reggelnek nézünk elébe, reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben borult és derült területek váltakoznak, majd a déli óráktól pedig megvastagszik a felhőzet, hószálingózás, havazás előfordulhat, estétől főleg a körzet nyugati részein néhol havas eső, ónos eső is lehet. A délnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 0 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, fronthatás egyelőre még nincs térségünkben. Péntektől vasárnapig közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak, majd csupán rövid napos periódusokra számíthatunk. Kezdetben helyenként vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, vasárnap már csak kisebb eső lehet néhol. A nyugati, észak-nyugati szél sok helyen megerősödik. A jövő hét első napjaiban nem valószínű csapadék, a változóan felhőség mellett hosszabb időszakokra is kisüthet majd a nap. Ugyanakkor az észak-keleti ország részben tartósabban ködös régiók is előfordulhatnak, esetleg jelentéktelen kötszitálással. Mérséklődik majd az éjszakai lehűlés, és erősödik a nappali felmelegedés.